No, megyünk tovább. Érdemes lesz a következő percekben is ránk figyelni, főleg azoknak, akiknek már van hitelük, és azoknak is, akik esetleg a közeljövőben tervezték azt, hogy bármilyen jellegű hitelt vennének fel. Miért? Hát azért, mert az elmúlt napokban, amióta kitört a háború, több olyan cikk is megjelent, nem csak Magyarországon, szerte a világon, hogy káosz jöhet egyébként a hitelezési piacon. Nyilván azok az országok, ahol érzékenyebb a fizetőeszköz, ilyen például Magyarország is, ott ez a probléma még aggasztóbb lehet. Mutatunk önöknek egy grafikont, ami erőteljesen mutatja azt a folyamatot, hogy a forint az euróval szemben hogyan áll egészen február 22-től március 4-ig. Ennek a csúcspontja 381 forinton van, de hallottunk olyan híreket is, hogy már, még ha rövid időre is, 388 forintot kellett fizetni 1 euróért Magyarországon. Erdős Éva, hitelsikerek.hu szakértője a stúdióban. Kezdjük csak, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Még mielőtt erről beszélnénk, hogy a lakáshitelesek, illetve a hitelpiacon milyen folyamatot indít, vagy indított el a háború, beszélünk most arról, mert nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk, sok újságcikk jelent meg ezzel kapcsolatosan, hogy azok az ügyfelek, akik a Sberbanknál rendelkeztek folyószámlával vagy hitelállománnyal, azoknak az élete hogyan folytatódik innentől kezdve? Én azt gondolom, hogy mindig a hiteles információ legjobb, tehát innentől kezdve mindenki, akit ez érdekel, hogy mit kell vele tennie, vagy mi vár rá, az az MNB honlapján keresse meg, ott a főhírekben megtalálja rögtön azokat a honlapokat, ahol utána tud járni. Ami nagyon fontos, a betétesek, ugye az országos betétbiztosítási alap által 100 ezer euróig, vagyis a mostani árfolyamot tekintve 38 millió forintig biztosítva vannak, az e fölötti rész pedig majd a végelszámolás kapcsán kialakul, hogy hogy tudnak ehhez hozzájutni. A hiteleseknek pedig a végelszámolónak ott van a bankszámlája, hogy hova kell majd ezután törleszteniük, hiszen az nagyon fontos, hogy ezek a hitelek a szerződés szerint folynak tovább. Ne reménykedjen senki abban, hogy ó, megszűnt a bank. Nem kell ebben reménykedni, kötöttünk egy szerződést, vállaltunk valamit, azt teljesíteni kell. Egyébként akik majd a törlesztő részletet így fizetik valaki másnak, azokra nyilván ugyanazok a kamatszabályok vonatkoznak majd. Tehát ne féljenek attól, hogy jaj, én Sberbankos hitellel rendelkezem, akkor nekem biztos sokkal több pénzt kell majd visszafizetnem. Nem kell félni, minden a szerződés szerint fog tovább zajlani. Bárki ettől eltérő tapasztal, az azonnal jelezze, akár az MNB fogyasztóvédelmi felügyelőségén, vagy akár ahova fizet. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta, Éva. Kérem a kollégámat, hogy rakjuk vissza egy pillanat erejéig még azért ezt a grafikont, ami a forint-euróhoz való viszonyítását mutatja. Egészen elképesztő az az áremelkedési dinamika, ami tapasztalható volt az elmúlt napokban. És most, hogyha hol a tollam? Elraktam, igen. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezt a grafikont, hogyha most tudnánk folytatni úgy, hogy pillanatnyilag hol tart, vagy tartott az elmúlt napokban, akkor ugye jócskán e fölé menne ez a grafikon, mert volt olyan pillanat, amikor 388 forintot kellett fizetni 1 euróért. Na, több olyan cikk is megjelent, ezt már mondtam a felvezetésben, ami arról szólt, hogy a lakáshitelpiacon, vagy a hitelpiacon minden idők legnagyobb armageddonja jöhet, tehát káosz is lehet. Alapvetően kiknek érdemes most odafigyelni arra, hogy a lakáshitelpiacon mondjuk milyen tendenciák érvényesülnek, vagy érvényesülhetnek? De kétféle ügyfél van, valakinek nincs hitele, és tervezi, hogy fölveszi, van, akinek van hitele, és arra kell neki odafigyelnie. Most először a legegyszerűbb, ha valaki hitelfelvételt tervez. Ugye nem csak az árfolyamok indultak meg, hanem én ide fölírtam számokat. A jegybanki alapkamat ugye 3,4%, az infláció 7,9%, és a három havi bubor, ami referencia kamat és a hitel kamatában jelentkezik, az 5,58%. Ez a szint durván a 2010-es és a 2013-as állapotot mutatja. Ez a 2010, ugye az még erőteljesen a válság időszaka volt. Válság ideje, utána volt egy kis csökkenés, aztán 13-ban megint volt egy kis emelkedés, úgyhogy itt azért mondom, ez a két időszaka jellemző erre. Most nyilván ezeket az adatokat a háború nagyban rányomja a bélyegét, ettől függetlenül a háború előtt is voltak arra utaló jelek, hogy most már itt valami történni fog. Tehát aki hitelfelvételt tervez, az nagyon fontos, hogy fontolja meg, hogy az ő jövedelme mennyire stabil.
mit tud bevállalni. Ha lehet, akkor esetleg a saját erejét növelje, tehát ne tudja, hogyha mindenképpen meg akarja azt valósítani. És arra figyeljen, hogy fix kamatozású hitelt vegyen föl. Akinek van hitele, az pedig azt nézze meg, hogy az ő kamatfordulója, tehát a kamatperiódusa mekkora. Mert hogy az elején beszéltünk arról, hogy ha fix kamatozású hitelem van, az milyen jó. Oké, de nagyon kevés az, akinek a 20-25 évre fix kamatozású. Itt vannak 5-10 éves kamatfordulók. Hogyha valakinek 5 éves kamatperiódusa van, és 2017-ben vette föl a hitelét, akkor annak most lesz a kamatfordulója. És akkor lehet, hogy azt ő fölvette, mondjuk, hogyha a bubort mondom, akkor volt 0,5% a bubornak a mértéke, ami most 5,58. Tehát ez azt jelenti, hogy neki 5%-kal meg fog emelkedni a kamatszintje, és attól függően, hogy mennyi az ő hiteltartozása, onnantól kezdve számíthat a törlesztő részlet emelkedésére. Mit, ez fontos információ volt, köszönöm szépen, hogy elmondta. De Éva, mit üzen azoknak, akik tényleg erőteljesen gondolkoznak azon, hogy szerettek, vagy szeretnének, nem tudom én, a közeljövőben felvenni hitelt? Egyébként Emilia pont itt a mai nap mondta nekünk itt privátban, hogy neki is van olyan ismerős, aki szeretett volna venni egy családi házat, most, hogy kitört a háború, látja a folyamatokat, inkább bukják a foglalót, de nem mernek belevágni ebbe. Igen, ennek két oka van. Az egyik oka a bizonytalanság, hogy ugye az a hitel, amit fölveszek, azt majd milyen feltételek mellett tudom megkötni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy látjuk, hogy az ingatlan árak, azok hatalmas emelkedésbe kezdtek. Akár használt lakást nézek, akár új építésűt. Építkezésben meg szinte már nem is érdemes belevágni, hiszen már van olyan tüzép, ahol napi árak vannak. Tehát meg se lehet tervezni, hogy ezt az ingatlant én mennyiből fogom felépíteni. Na most az nagyon rossz, hogyha van egy költségvetésem, hogy mondjuk szól 40 millió forintról, elkezdem csinálni, és a 3/4-nél az elfogy. Hiszen, hogyha hitelt veszek föl hozzá, ott készültségi fok arányosan folyosítanak, nem tudom befejezni, akkor még szerződést is szegek, és akkor egy összegbe vissza kéne fizetnem, se lakásom nem lesz, és a hitelem is bedől. Tehát, hogyha valaki építkezik, az nagyon-nagyon körültekintően tegye meg, és akkor azt mondom, hogy legalább rendelkezzen egy 70% saját erővel. Az pedig az nem kevés. Az nem kevés, de annyinak lenni kell, mert olyan bizonytalan a másik része, hogyha mindenféleképpen ezt akarom. Hogyha ingatlant akarok vásárolni, akkor pedig azt kell megfontolni, hogy most feltétlenül meg kell vennem azt a nagyon magas áron lévő ingatlant, vagy ki tudok ezzel várni. Hát igen, de hogyha az ember mondjuk csak az inflációs folyamatot nézi, akkor abból arra következtet, csak egyértelműen, hogy a lakás, vagy az ingatlanok olcsóbbak nem lesznek. Azért én azt gondolom, ahogy látjuk, mindennek van egy mozgása, hogy mennyire olcsó, vagy mennyire drága. Az is hozzátartozik, hogy mennyire stabil az a környezet, amiben benne vagyunk. És ugye múltkor beszélgettünk éppen arról, hogyha valakinek megtakarítása van, az mit csináljon vele. És akkor mondtam éppen, hogy nem feltétlenül csak lekötött betétekben, hanem például devizában is érdemes elhelyezni a pénzünket. És látszik az, hogy a mi forintunk az mennyire sebezhető, és mennyire gyenge. Tehát mindenféleképpen, amikor bármilyen pénzügyi tervezésbe kezdek, betétbe, hitelbe, hosszú távon kell gondolkozni, és mindenképpen érdemes több mindenkinek a véleményét kikérni, hogy jó döntést hozhassunk. Zárszóként csak idézni szeretnék cikkekből, millió dolgot tudna az ember persze idézni. A piaci lakáshitelek folyosítása 11 havi mélypontra jutott, ez nyilván a háború utáni következmény. Valószínűleg, hogy a legtöbb ember, aki ezt tervezte, az tényleg most egyelőre kivár. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt volt nálunk. Találkozni fogunk úgyis majd a közeljövőben.